Szóval, srácok, milyen hosszú lesz az út? Holnap reggelre odaérünk? Az, holnap reggelre! Köszöntök mindenkit az új tanév kezdetén. Egy sajnálatos hírrel kell kezdenem. Szeretett igazgatónk, Albus Dumbledore. Eltűnt. Azt mondtam. Hogy tűnt? De ennyi idő alatt. De hogy tűnt el? De mennyi idő alatt? De tényleg el? Hát így még tűnt. Az nem lehet igaz. Csak úgy eltűnt. Csak úgy eltűnt. A helyzet kivizsgálására a Mágiaügyi Minisztérium Rácné Kálmán Alikót küldte. Kérem, mindenki segítse a munkáját. Míg a helyzet meg nem oldódik, az igazgatói teendőket átveszem. Mindenkinek varázslatokban és titkokban gazdag tanévet kívánok. Most pedig mindenki menjen a hálótermébe, holnap találkozunk. Köszöntöm a varázslóbanoszokat a mai órán, amely a nitrogén tartalmú heterociklusokról fog szólni. Ez a varázslóbanoszok életének legfontosabb órája. Hát még a telekis diáké. A nitrogén tartalmú heterociklusokhoz tartozik a pirilén. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the sign, sodium for salty times, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic... No, SF. Oh, alkali react aggressively, each period will see new outer shells, while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th in cobalt, nickel coins you get, copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic. Selenium and bromine film, while krypton helps light up your room, rubidium and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium. Tisztelt társulat! Ezen az órán a legfélelmetesebb, legsötétebb kínokkal néztek szembe. Aki ezen az ajtón belép, ne feledje, szégyen a futár, te hasznos. Elkészült már a dolgozat a diáltal szimbolizmusáról? És az új fegyvajnoki címeit bemutató fogalmazás? Ez a ciki nem a falab. A következő versenyzőt kérem.
Aja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 j
Hová mész? Csak levegőzni. Ah, jó levegő van itt bent is. Ha maga mondja. A mai napon három különleges lényel ismertetlek meg benneteket, akikkel találkozhatunk az iskola falai között is. Haladjunk veszélyességi sorrendben. Az első a törpilla, akinek a termete a neve szerint is apró, de mesebeli párjával szemben nem a kék, hanem a zöld szín preferálja. Gyakran iszik kávét, és kicsit gyorsan ideges lesz, de egyébként ártalmatlan teremény. Nem úgy, mint a következő élőlény. Ez a háromfejű kutya, ami iskolánk alatti járatrendszert őrzi. Veszedelmes bestia, de amíg nem zavarjátok a nyugalmát, vagy nem akartok betörni az által őrzött területre, addig ne viselkedik agresszíven. Egyébként nem árt, ha tudjátok, hogy gyengéje a zene, és hogyha kattogóst vagy orosz hardbass-t játszotok neki, békés álomra szenderül. És most figyeljetek! A legfélelmetesebb teremtmény, akivel találkozhatok az iskolán falai között, a Dementor. Az iskola négy ilyen kísértetet kapott a minisztériumtól a különleges helyzet való tekintettel, hogy engedély nélkül senki ne hagyja el az iskola épületét. Semmiképpen ne keresztezzétek az útjukat, és ne kötekedjetek velük, mert egy ilyen kísértet egy képzett varázslónak is komoly fejtörést okozhat. Luffy fárasztó órái után ágyába vonult, azonban álmát furcsa látomások zavarják. Látomásai igazzá válnak-e, ezért felkeresett egy jóst. Tudom, miért jöttél. Már vártalok. Ferencébe kellene menned. Velencébe. Kalandra hív a feszültség, így megismerheted az elektromos luxus képletét és a kis gauszét. De nem Olaszországba! Akkor szólok megmányoknak, kell egy csapat. Speciális sorozatok közül kettőt vettünk eddig. Az egyik a számtani sorozatok, a másik a nélküli sorozatok. A számtani sorozatokra az jellemző, hogy az első tagját kivéve bármelyikből kivonva az előzetes állandó értéket kapunk. Nélküli sorozatoknál, hogy bármelyikből az előzőt kivonva, nyilván az első kivéve, a hányados lesz állandó. Szerintok, hát én csókolom. Esetleg kér egy ilyet a tanárnő? Nem, köszönöm, rossz emlékeim vannak róla. Hát rendben. Inkább gyertek, menjünk a többiekért. Jól van. Támadás. Ne! Lányok, ma egy sokkal jobb játékos számítottam. Szia, Pepe! Ó, a tanárnő, hogy talál? Mindig a múzeumban sörözöl. Na, gyere velem, mert feladatok. I believe I can fly. Bye. I believe I can touch the sky.
Az emberek az erdőbe bejönnek, meg kimennek, mert az olyan sűrű, hogy már tényleg, hogy már nagyon sűrű. Aztán, hogyha az erdőből kijöttek, meg bementek, iszkaguljam! Az erdőbe össze-vissza csavarva, meg tekerve. Hé, Viktor, kérsz egy drágót? Persze, kérek! De mentolossat! Ó, oh, de mentolossat! Itt nincs kihetel! Itt nem lehet járni! De lehet. Légy, abban ne szívassál már! És amúgy tényleg, most hallom csak, hogy senket a telefon. Ez nem a kicsöngetés, ez a becsöngetés. Már megyek itt haza. Egy pillanat különben, már is otthon vagyok. Viszont a kenyeret. Nem láthatok véletlenül ezt a videót? Tudják, hogy Albus Junior-dor és nagyon-nagyon nagy szeretnék találni. Elveszett találunk. De nem. Ti? Azért köszönjük szépen, köszönjük szépen. Elnézést! Valaki nem látta! Eltűnt! Szeretnék megtalálni! Albus Junior-dor! Albus Junior-dor! Albus válik a parszert! Isten, Isten, Isten! Nem láttad véletlenül az eltűnt igazgatónkat? Úgy hívják, hogy Albus Junior-dor. Arra? Arra? Jó, jó, arra megyünk. Köszi! Junior-dor! Albus Junior-dor! Kedves 12B-sek! Segítsetek! Tévedtünk! A gonoszok bázisa nem Velencén, hanem a Telekiben volt. Lázadás tört ki! Veszélyben az életünk! Velencén vagyunk. De Jósnő azt mondta, hogy Velencére jöjjön. Értem, de szerintem megette egy bálna, és befúrta magát a Velencei tó alá. Milyen bálna lenne itt a Velencei tóba, de őszintén, Molly? Milyen bálna? Rejtőzködő. Na most srácok, szerintem rakjuk ki egy plakátot, aztán csak majd látja valaki, és megkesi nekünk. De a bálnák nem tudnak olvasni. Nem a bálnákat akarjuk, hanem az, hogy de legyen meg Albus Junior-dor. Ez az egyetlen egy hűletésünk. De ott a bálnák, meg akkor... Kata, tudsz valami ragasztót adni? Szerintem a bálnák akkor sem tudnak valamit. Itt egy levél. Srácok, baj van. Vissza kell majd jutunk a Telekibe. Srácok, és hogy fogunk hazajutni? Hopponálunk. Te tudsz hopponálni? Miért nem mondtad eddig? Nem kérdeztétek. Jó, akkor menjünk! Srácok, én ezt megoldom. Igazgató! Kavarítsuk a kukát is! Igazgató! De, valaki meg a tatót? Én nem félek a nevettől. Out! Ágnes! Eljött az utolsó óra. Petrificus Totalus! Avocado Tablet! Helikovégre szabadba!
Ruffendorf-ház eddigi nemes cselekedeteért, és ezért plusz 50 pontot kapnak. Eddigi eredmény...